Multi streams every day. Szarok bele, érted? Nehogy siessem. Tisztelet! Akadémisták már csináltak ilyet? Mire gondol? Hát... boltrablás már kihallgatni az... A második túlszert az elkövetők szerelik. A biciklire, valamint a Porsche-ra egyaránt. Élhettek? Vagy az Iron Gun-ba? Szerintem az Iron Gun-ba jön. Jó van akkor. Tisztelet? Jó, van most a bicikli. Jó, teljesítjük. Bárpest türelmet kívül szerelőt. Uram. Tessem mondani. Na, felvenném az adatait, meg egy-két dolgot a szavaz. Hát nem is tőlem akarja felvenni az adataimat. Tudom, nem tudom, elnézést. Teljes trauma ért engem oda bent. Igen. Lelőtték a barátom. Oda bent? Igen, meg jó párszor megütöttek. Az új információ. Lelőtték a barátját oda bent? Nem, úgy volt, elmondom magának. Ott mentünk autókereskedés mellett. Ez az ördögmaszkos, ez fogta, beállt mellénk, azt mondja, lehet kiszállni. Azt mondja, hogyha az élete, barátom élete fontos, akkor jövök utána másikkal, ugye két személyes a Porsche. Utána jöttem, mert fontos volt a barátom élete. Utána fogta, átnézett mindkettőnket, elvette minden telefon, meg ilyeneket, bementünk. Utána ő kiment a boltból, barátom is kiment. Utána fogta, oda ment a BMW-hez, föltette a kezét, mert látta, hogy jön vissza, mert nyilván megpróbált előlünk, de utána látta, hogy baj van, aztán föltette a kezét. Elkezdett a bolt felé visszaindulni, a barátom föltett közökkel, azt nagyon lőtte. Aha. Aztán engem oda bent meg terrorizáltak. Hova mennek? Én csak maguknak nem akartam rosszat, egyébként háromszor tudtam volna eljönni. Mert a benti, aki törte az ördögösnél van fegyver, a másiknál csak baseball ütő. Aztán a fegyveres törte baseball ütőben, sok mindent nem tudott volna velem kezdeni. Hát mondjuk azért odaver a fejre egy baseball ütővel, de nem aztán... egyszer bement hátra, addig el tudtam volna szaladni, csak nem aha. Akartam, hogy itt bajok legyenek a túlszárgyalás közben vagy előtte, elnézést. Értem. Inkább nem csináltam semmit, magukra hagyom. Szóval agyon lőtte a barátját. Úgy, ahogy volt. Kicsoda? Hát az elkövető. Igen. Igen. Vannak bajok azért az agyba. Fel volt mondtam meg, hogy összeszerkezzen, de mindegy. Utána még velem is izérte. Velem is nyomta itt a szarságait, azt mondja, hogy elmegyek átöltözni. Addig ne lógjatok meg, mondom, oké. Okay. Aztán láttam, meg kilógott a lába, megállt itt direkt fegyver a kezébe, arra várt, hogy kijöjjek, azt engem is lelőhessen. Ez igen. Teljesen pszichopata. Balad. Na. Van, akinek azért sárga papírja van, azért nem szabad kiközösíteni. Meg azért érti. Az ilyennek nem kéne szabad lába lenni. Szóval lelőtték a barátját. Hát sajnos le. Túlszálljon a boldog mindenembe? Pozitív, várunk. 14. Ez egy szerepjáték, basszus. Bicikli biztos rossz a fék, azt azért kell. Nem maga már kibővök, még várjuk. Nem már vissza. Tessék. Ki jön le? Mit jön kibe? Nézd meg a sziapata. Hát szép volt. Tudna szóval nem tudod a sejtőzőnek, amik éppen kijött a bolt, hogy fáradjon vissza. Köszönöm. Jó, tesz milyen vasz, mert ezzel beverném az állát simán. Jó, hát felverjük neki az állát, Emilio. Ne izguljon. How do you feel this? Ráááá. Vadulj meg, gyöngyöngy. Ja, várjon. Nem ott vagyunk. Hát most nem. Nem nagyon. Lehet, hogy arra megy majd az üldözés. Gyöngyös fele? Lehet. Durandába beugrunk? Be. Harmad osztály? De egyébként, uraim, beszéltek egy harmadik féllel. Beszéltek még valakivel. Azt kéri, hogy ne tartsák rá a fegyvert. Nem a civilet adom az elkövetőre. Hagyd be, meghol. Hagyd be. Hagyd be. Oké, köszönöm. Hát uraim, figyelmeztetek, köszönjük szépen, és még erre kettő Mercedes-e szeretnénk.
egy szerelést. Köszönöm szépen. Tessék, uram? Akkor mindig. Van egy harmadik emberük. Hol? Nem tudom, rádión beszéltek vele, valami GPS koordinátát beszéltek. Azt mondta, küldje el neki telefonba, azért mennek arra, mert valami GPS-re beszéltek. Van egy harmadik, akit ide akartak hívni, csak ha érkeztek, aztán nem jöttek. Jó. Aha, faszom. Akkor külső segítségben lehet számítani. Lehet, és viszont csak a pirosnál van fegyver, a másiknál csak baseball ütő van. Jó van. Akkor a külső figyelemre, hogy figyelnek, akkor viszont fokozott figyelem és tukker a kézben, mert bármikor lövöldözés, hogy akármi kitörhet érték. Tényleg? Akkor nem is tudom. Hát nem. Nem, jól mondom. Én nem tudom. Pár perc nem kérek. Jól mondja. Főnök úr, kacsit letakarítassam. Fölösleges itt az autómosó. Ha lehet a kasszis azért lehúz rajta egy-két lóerőt, nem? Az enyém biztos nem. Ja, mert a maga milyen? Hát ez a mély. Maga mélyre mindenki a magáért mélyre. Ez? Hát ez nem csak egy sima tuning van benne, de akkor benne van. Mi van, biciklibe? Érzei van benne, marad. Sufni. Azt mondja az egyik elkövető, hogy ott maradt az út közepén a szöges drót. Hol? Vannak bajok. Felelő úr, nem akarom megzavarni munkába, egy kérdésem lehet? Ott van az a BMW, amivel megint csak értünk, hogy az elkövetve minden, viszont az a varázsai szétlőtték a kerekét, azt esetleg meg tudjuk terelni valahogy, hogy elsőnél. Rendben van, azt mondta az elkövető, lehet, hogy valamit rosszul látott. A kereket, ott kereket kell lehet hozni, jelenti, hogy az autóban van kettőt. Önnel kimegy egyébként. Hát én egyedül jöttem, mondtam. De én kivel megyek? Ön, akkor megyek a kollégával, mert egyedül vagy, jó? Megindul a parkőrség. Na melyikkel? Itt a kollég. Ja, hogy mind a kettőben egy-egy van? Lássa. Jaj. Jaj. Ördög maszkos. Jó, az elsődleges gépjárművel lesz kettő ember, a másodlagosok pedig csak egy ember, mivel nem mondjuk annyian. Ki az nem éli, ahogy jöjjön. Gyuriba, akar elsőleges lenni? Nekem mindegy. Maga mondja meg, maga a főnök, merjen parancsot kiosztani? Rendben. Mi a lófasz? Főnök, hogy érzi a Audit? Szóljanak már az ilyenre rá, most már, egy kereiklövést mindenféleképpen. Igen, ki lehet lőni ilyenkor a gumit? Engedélyezettem? Készen állunk. Hát amikor így behajtoszt, ez így másodlagos. A két viszont főnök, két tanál? Főnök, kitörtem, mert remélem nem fog megverni azért. Törje. Nagyon stíl. Nagyon? Nagyon. Lőttek! Az elkövetők egy alapos torna után indulhatnak. El fogom gázolni a bicikis, hogy menekül. Mennek. 10-4, sok sikert az üldözéshez. A bitikus kurnál van egy Tech 9-es biztos. Hogy tegyek a kirakadva. Valószínűleg le fog hajtani egy lead szervezték. Valamint az egyik őket Gino-nak hívják, ez biztos egymást így hívják. Meg ugye elvileg van egy külső segítség is, mert... Gino! Rádióztak. Valószínűleg igen, a bitikusnak fog segíteni, valószínűleg egy autó. Legyek mit várjál, főnök? Persze, nyomja. Biztos? Pattagos legyek azok, hogy szűk jobbos, kiengedheti balszélső külsői csúcstamport, vigyük át, érintjük a csúcspontot. Jó, szűk bal. Vigyázzunk, szűk bal. Egyenes. Itt egy szűk jobbos. Akadály középen osztopok, vigyázzunk. Rendben a fekvő rendőrt kapjuk el, pattogós balos. Itt majd lesz egy nagyon pattogós egyenesben, szágodjunk az oszlopban, mert az fájni fog. Úgy.
Á, nagyon jó. Így jó vagyok? Érti? Jó, jó, nagyon. Szűk jobbos. Még egy szűk jobbos. Középen akadály. Szűk bal. Nincs akadály. Szűk jobb. Egyenes sportlunk. Egyenes sportlunk. Szűk jobb, szűk jobb. Melyik irányba? Jaj, bögünk, le fognak kütelni gyurvást. Most rohadjabb, megmondom. Le fognak minket kütelni. Hát olyan közel jött hozzánk. Szűk bal, pattogós. Nagyon jó. Csúcs tempót érintsük. Itt majd lesz egy pattogós egyenes. Itt végig pattogós, nagyon vigyázzunk a kuplom meg a gázzal azért. Nem tudom, benzin vagy dízele. Nagyon jó. Középen. Behajtottunk a gettóba. Szűk jobb. Középen. Kihajtunk a gettóból a Grove Street-i bolt irányába. Rendben, itt azért fékezem, abban ezt állítunk a bán közé. Rendben, szűk bal. Látom magukat. Tökéletes aszfalton is valunk, egyenesen. Padló. Vissza kettő, padló. Kettes, balos. Szóval azért hogy mennek ilyen gyorsan? Jobb kettes. Bal kettő, három, szűk, pattogós. Hát, mint az angolban mondják, tekerik szűk a bal, pattogós, végig. Vigyázzon, csúszik. Nagyon jó. Itt padló végig mehet. Pattol, pattanások kicsik, de biztosak. Vasszalap irányába haladunk. Végsebességet elértük. Redben, szűk, balos, vigyázzon, csúszik. Rendben. Itt majd lesz szerintem egy szűk balos. Hát nem, egy szűk jobbos. Rendben van. Kettő, három jobb, egyenes. Szűk bal. Vigyázzunk a tóra. Középen akadály. Rendben, itt egy csúcstempót érinthetjük, mert igazából padló. Itt pattogós lesz az út, nagyon vigyázzom, a leszakad az alváz. Nagyon jó róla, még egy hónap, hogy nem szakadtunk ketté. Rendben, egy csúcstempót érintsük balon középen akadály. Így jó vagyok, főnök? Értünk, jó. Ért minden? Jó. Jó, kanyarodszik össze-vissza, azt tudja merre menjen. Igen, itt azt tudja merre menni. Nagyon vigyázzunk, nagyon, mert pont így, mint ez a nyomorék elrancsunk. A kollégáimban majdnem beszállgultunk a taxiállomásra. Ó, de az tört. Nagyon jó. Szűk bal, középen akadály, vigyázzunk. Szűk jobbos padló, mert végig padló. Itt is, itt kis fék, padló. Nagyon jó. Mert szűk balos. Itt mehetnek a csutka végig. Kollégák itt a boltan, a bocsutok autó, meg is. Szűk bal. Tartsuk az évet, mehetünk. Tartsuk az évet. Rendben, itt kívülre sodródhatunk. Középen akadály. Vigyázzon. Most mondja az infót nekik. Itt mentek el, azt hiszem Gyuri Bájék a takó fele mentek. Azt már mondjuk be kéne tarangó, állni. Itt vagyok a lefoglalt. Jövünk tovább lefele. Gettó. Jövünk vissza takó utcája. Végig a takó utcának. Rendben takó utcája. Levegyünk a Grove Street fele, le fogunk érkezni pont a Grove Street-hez. Pont a Grove Street-hez jövünk befele a benzinkút fele. Itt vagyok benzinkút. Rendben, vigyázz, mert jövünk ki fele. Á, nagyon jó, megvannak. Itt vannak a rádió? Nézd, pattogos, vigyázzok, ha persze. Az a kolléga, aki éppen kihallgatta, ki túl. Megöttünk, ezek nem tudom, mit csinálnak. Főnök, itt ment a csutka végig, nehogy fékezzen a másodba ez. Itt is ment a csutka. Vigyázzunk, jó? Csutka. Tartjuk az évet, sodródhatunk jobbra.
Ajjaj. Jó, csutka. Vigyázzunk, mert fű lesz, el kicsúszhatunk. Rendben, csutka végig. Szűk jobb, szodogatunk balra külső ív. Nagyon jó középen, akadály, balra. Aztán jobbos, itt mellettünk balra, akadály, vigyázzunk az íven. Középen akadály, balos. Csutka. Egy csutka balos. Csutka mehet végig. Á, nagyon jó. A pattanások kicsik. Itt viszont egy csodrót balra és csutka mehet végig teliben. Kegyetlen. Gázkodál, szakadjon ki. Ott volt a biciklis is amúgy. Így vigyázzunk! Jó. Nagyon jó főnök. Mehet a csutka neki végig. Lesz majd középen egy pattanás, vigyázzunk, ne fejeljük a hidat. Nagyon jó. Á, nagyon jó. Á, középen akadály, vigyázzunk, csutka mehet neki. És majd lesz egy szűk jobbos. Itt mehet neki a csutka végig. Úgy tűnik, már félek a mögött az évőktől. Itt az autópályát nem mondom, mert így csutkázzunk neki végig. Á, főnök, félek a mögöttünk lévőktől. Kerékre mehet. Mehet? Persze. Tényleg? Tényleg. Itt néztem. Önkormányzat felében próbálja meg átugrani. Hogy hova? Önkormányzat! Jó reggelt, jó reggelt! Nem akartam kihúzatni a porsítanat, fel akartam jönni. Azt csinálom. Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Meghoztuk a buktát, ez már pedig egy bukta. Szálljunk a gépjárműből, jól érjünk. Jó, vagy Gyuriban nem érdekel senkit. Az esetek egy biciklis adat. Hello, szebben az agarokkal, letépom a két szarvát, aztán senkébe földugom. Szebben a főnökkel. Gyuriban hívjam a túszos autót. Letépjem kezét, lábát, aztán... Hívj a túszos autót. Katya. Túlszos autót kérnek, ahol valami küldök. Jó, akkor visszatérek a kapitányzat, és akkor mondok engem. Beragadt az öv. Beragadt. Láncsa meg! Hát már... Láncsa. Ó, kiszakadt. Jó, kiszakadtam ezt is. Na és akkor? Azt találtam. Ah, és kérdőgló. Mondtam, hogy jövök. Gépjármű rendszám Farkas Gino névvel. Tényleg? Á, nem viccelek, esküszöm az életemre. Na Gino-ka, jó beszoptad. Mi bű van ez a Porsche? Gino-ka, ez gatya. Hát ez papír, gatya Gino-ka. Papírbul van. Ezen ezért, ezt amúgy idegeknek szokták adni. Ilyen vad harcsáknak, eledelnek. Aha, ezt a Porsche-t? Ezt adnak, ja. Papírbul van. Megeszik? Hát jól, én is szoktam jól tenni reggelire. Itt egy desert eagle a csomagtartóba, illetve egy kés, illetve egy kés, egy konyhakés, amit tészik a fején. Hát ennek nagyon örülök külön. Ez az én kocsimban volt. Nem én mondtam. Igen. Jó, a Porsche-t megfogtuk, én azt mondtam, hogy hozzanak egy biciklit ketten. Hello, hogy beszél? Azt mondta, hogy hozzunk bicikliket. Adja már, viszont nem tudom kinyitni most a csomagtartót, visszaadom, jó? Akkor bocsánat. Csak már így hívnom kellett egy egységet, hogy össze tudjam szedni, ami lent maradt, meg az autóból voltak az utcaim. Ajjaj, itt egy baseball zütő, hat telefon, meg egy-két ilyen vicces cégé úgy látom főnök. Na mindegy, az lesz, hogy beszállítjuk, jó? Megbilincselem itt az urat? Mégse. Rendben. Fölkelhetek? Gépjármit lefoglalhatom, minden tisztelettel. Kelljen. Foglaltam a gépjárműt? Foglalja. Hozom is rá ezeket, hívom a lakatost. Levetem a maszkot. Azt mondja, hopp, 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 hopp. Ne várj, ez nagyon erős. Hopp, 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 hozom az urat, kinyitjuk itt az ajtót. 7, 8, 9, 10, 10-es. Berakom a kocsiba. Ajjaj. Ó, a fogával bezárta biztos a kocsi ajtót. Jó, menjünk, kövessük Már magát. Már itt vagyok a pédim mellett. Itt kellene megyen. Főnök, jó voltam? Jó kilőttem? Rettenetesen jó volt. Nagyon jó volt. Mit vár erként? Jó lennék? Világbajnokságra oda tudnék érni? Jó, oda tudna érni. Nagyon jó volt. Na jó, akkor. Éjj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 
A visszaútra megjött. Mert amúgy csutkán végig. Innen már az utat azért tudja szerintem. Ilyen jobb. Aha, jobban be se vette volna. Azért a kollégák majdnem segbe durrantottak. Jó, nem csodálkozunk azokon a kollégákon. Már rosszat nem akartam mondani, minden tisztelettel, csak érti. Azért, ami küldözés volt, azért féltem, hogy a seggükbe durranak, aztán főzúzik a seggembe valami székkel. Megoldottuk az a helyzet. Hát persze, intéztem meg, intézte ön is. Ön vezetett, mit felárultam, kereket lőttem, intéztük. Ennyi. Reggeli volt. Na mindegy, megint. Ez a reggeli rántotta, aztán még csak most jön majd az ebéd. Ó, mi lesz itt, ha jön az ebéd? Tisztelet! Nem, most a sisakot leveszem, mert rárobban a fejemre, hát már annyi ideje rajtam van. Melyik volt a buszos autó? Hát valamelyik interceptor csak. Nem ott interceptor volt a RS4. Nem volt, egy RS4 volt a túlszos autó. Ja, az RS4 az túlszos autó volt, csak eltűnt. Jajjó. Ó, beszállította át az elkövetőt? Most kísérem be. Na. Ja, nagyon jó. Főnök, egy rúzsúzi hajú bombázó van itt. Kicsoda. Nem tudom, főszedjem? Szedje fel. Jó napot kívánok, minden tisztelt, de szép napot, hölgy. Hello. Szép napot. Kedi csókolom. Szép napot. Mert helyzet, miért érdeklődik, miben segíthetek? De hát csak beszélgetek egy régi ismerősömmel, mert most értem vissza egy nagyon hosszú nyaralásban, és akkor így gondoltam, ide jövök, és ne. Azt hittem a bajban segítettem volna, persze. Nincs. Még lehet. Bármilyen, szóljon. Meg lehet probléma. Amíg ez is igaz. Rendőri dolgozó. Ruházatba itt az utcán, így azt akármi érheti. Rendőri dolgozó, ex-önkormányzatos, önkéntes tűzoltó, illetve szűzoltó vagyok, minden tisztelettel. Talán nincs szükség. Ja jó, hát telefonszámom, ott nem tudom, ki van írva a fejem közepére, szóljon, hagyják el, aztán el is mondom még. Jó, persze, értesítem. Rendben van. 107 a száma. Jó. De sokáig tartott, mire leesett. Ki nekem? Nem magának. Többieknek? Ja. Hát jó, na nézzük meg ezt a gasz fickót. Nézzük meg a Gino-t. Ha visszamaradottak mondjuk azért azt látsz, mindegy nem mondok a kollégákom semmit. Ne is mondjon semmit, nem. Maga még sárga mellényes. Hát persze. Oliviano vagy Emiliano. Oliviano az női név. Nekem aztán hót mindegy. A lényeg az, hogy engem ne hívjanak így, hogy Oliviano. De rendben van. És hogyha magasabb rangba leszek? Rendfokozatba? Abba. Magasabb lesz a karrierzése, mint a zené. Hát akkor csak. Majd, akkor majd maga parancsol. Két hét. Az igen. Ennyi. Na, hon vannak? Na, hon van a Gino. Á, itt vannak, megtaláltuk. Hármas kihallgató. Minden tisztelettel. Jó, kívánok, Gino. Haha, nem Gino vagy. Te nem Gino. Hát ez fejlődött a falal. A másik kabelzsebében találom. Hát, hogy a fenébe. Gyuribán, multiszer számot elvegyem tőle. Vegye, nehogy aztán ezért kifezgesse a rácsokat. Rendben. Ez csak egy játék, Gyuribán. Hát nekem ez játék. Micsoda. Akkor ezt is lefoglalom. Ez olyan, mint a fekete-fehér, igen, nem. Hát, tényleg? Ez biztos. Milyen színű a haja, uram? Lila. Lila. Szemüveg. Okay. Átadhatom Gyuribának az elkobzott dolgokat, mert én látom a szolgálatot. Jó, akkor színvak. Ki tudja. Jó, azért lenne lőjön. Nem, minden tiszteltem. Csak itt már azt hittem valami izé van. Meg akarja szúrni, vagy valamiért, mind elég vigyázatos vagyok ám. Egy darab telefon, és egy darab rádió. Tudja, hogy kinek írták a Pál utcai fiúkba csupa kisbetűvel a nevit, uram? Andrisnak. A Nemecseknek, nem? Na tessék, már be is bukta. Meg kinek írták? Hát Nemecseknek, nem? Hát azt mondja, fekete fehér igényt nem játszottak, nem? Azt mondta, hogy Nemecseknek. Hoppá! És igaz, igazam. Ennyi. Atom ennyi, ugye? Évek meg a rutin. Meg a rutin, mi? Gyuribá. Azt is szeretik, hogy...
Kopaszokat is szeretnék. Na, szebben. Na, milyen börtönbüntetést akar? Fegyház, börtön. Fogház, női börtön. Női börtön. Női börtön. Sok a muffot. Hát, azt hiszem, főleg majd akkor visszük be, amikor mind menstruál, mert tudja a nők, azok így ezért csinálnak. Ja, jó katona, az vérben is harcol, érted? Aha, csak úgy mondja. Csak az a helyzet, szerintem a úriember nem tudja, hogy a női börtönbe minden nőnek minden nap 6 órakor gumibotot dugnak a seggébe. Ezt nem, igen. Ezt nem tudja szerintem. Ezt úgy járnak? Hát úgy. Elmondjuk neki. Nem. A női börtönbe megy, persze, ott az kivételet meg minden. Na akkor, Emiliano, folytassa le az igazoltatást, a kihallgatását itt az úrnak. Persze, be tudja kapcsolni a kép és hangra részétőt, nem tudom, bekapcsolni nekem a nép. Persze, bekapcsolom a szarokat. Lesz már rán. Na és akkor főnök, addig be is mutatkoznék. Emiliano Elias, akademista vagyok, szebben. Emiliano Elias, kadét vagyok, elmény számom 1688. Igazából, hát... Jogait elmondjam, ismertesse maga jogait, vagy tisztában vagyok. Légy szíves, mondd el, kérlek. Rendben. Jogában áll hallgatni. Hogy megfordult, hogy amennyiben nem nincsen rá keret, vagy nincs ügyvédje, akkor a rendőrség képes biztosítani ennek egyet ingyen és bérmentve. Jogban egy perces telefonhíváshoz. És jogában áll orvosi ellátást kérni. Melyik jogával szeretné élni, uram? Az orvost azt szeretném, mert kurvára úgy érzem, hogy van valami a homlokomon, és remélem nem egy villám, mert nem akarok Harry Potter lenni. Hát nem, csak be van törve, van benne egy lyuk. Igen? Ja. Főnök, tudnak hívni egy mentőst? Hogy ne. Na és akkor? Mick Johnson. Bekapcsolod, ugye? Egy perces szeretnék élni. Meg szeretnél egy perces telefonhívást? Ja, vágom, hogy lehallgatjátok, de akkor is. Hát persze. Ez lehetséges, Zsuri bá? Egy perces telefonhívás? Hát, hogyne, joga van hozzá, nyugodtan. Nagyban vernek meg minden. Na. És akkor a szimkád csak önné van, nem? Ja, van nálam. Na, főnök, itt a telefon, amit kivesztem belőle a SIM-kártyát, ezt így, majd dugdossa bele a sajátját. Csak ne törjen bele, mert akkor új telefont kell venni. És ez maga fizeti. Oké. Okay. És akkor a rendőrséget lehallgatja, persze. Minden tisztelt. Milyen SIM-kártya kell bele, nagy vagy kicsi? Kicsi. A kicsi. Hát csak nem kettő van. De. A nagyból ki lehet törni, a kicsit azt vissza lehet tenni. Ketté lehet törni, okay. Azt dugdossa bele. Okés. Működni fog. Csak akkor a izének, a telcsű számoknak csak a fele lesz benne. Érti? A félbe törte. Akkor ezzel kérhetnék egy beosztást a gyáron egységbe. Köszönöm. Aha, jó. Ne nézze Gyuri bá PIN kódomat, kérem. Lesezorom a PIN kódját. Négy csillag, úgy is tudom. 1-2-3-4, amennyire hülyének kinéz. Én kikapcsoltattam a PIN kódomat már a telefonba azonnal. Új lenyomott szkenneres, nem? Vagy vettem egy ilyen okos telefont, azt az arcomat felismeri. Arcomat? iPhone? Belefér? Műbe. Hát az arca a kamerába. Hello. Ja, néha mondja, hogy túl nagy képű vagyok, de mondom neki, kussoljam, eladlak. Ami rossz izényre csövesnek ezt a kózai, úgy széttöri, mi valami. Egészséges önbizalmam van. Csáfater, ben vagyok a börtönbe, hogyha jó fel. Még nincs meg a börtönbe. Kiengedsz, ugye? Mi? Valami ügyvédet hozzá már, érted? Micsoda? De hát jó van, az előbb kérdeztem, hogy akar élni a jogaival. Azt mondta ez a kettő, azt ennyi. Menj, Gyuri, azt ennyi. Ja, ti is raboltok most. Mennyi idő van arra, hogy a jogaival éhessen?
Hát a jogaival bármit lehet. Esküvőt. Ja, jól van, jól van. Kinek lesz az esküvője? Most akkor esküvő, rablás, szexparti, vagy mi van? Maradjon a másodban, hát nem hallom, mit mondanak. Hát lehallgatjuk mink is, mondja hangosabban. Milyen esküvő lesz? Akkor meghívjuk a Gyuri bátrá, mert ő szereti ezeket. Hát meg az Emiliót. Ja, mind a kettőnket ingyen kaja van. Hát az a minimum, meg ingyen sör. Hát, ja, de nem, ez egy neműek. Kébányait nem iszunk, Sopranit nem iszunk. Mindjárt nyakon váglak, miért ennek már meleg? Csak is a Steffi. Na jó, van, lerakom, mert lejárt az egy perc. Most. Lejárt az egy perc, így van. Ezt meg akar verni ez a kopasz törpe. Háló, szebben meg beletöröm a gumibotot a segdukatba. Add vissza, telcsik. Tessék, oda dobom neked. Szebben adjon öltöm. Is neki egy fülest most már. Na és Még jó, hogy hívtunk mentőt. Bár mondjuk odaírtam, hogy csak fenisztét hozzanak, mert súlyos csípés lesz. Simkártyát kivette? Persze. Törpe. Úgy feldagasszuk itt a fejét, nem fér bele a telefonba. Mi van ide a fejére, Iva, uram? Ah, látom, de szűz. Gyuri Bázor adírva szűz. De biztos a csillagjegye. Hát azért azt nem hiszem, már mondom, milyen úgy néz ki, mint egy pornó vagy valami. Bocsánat. Be is fingott. Na, lehozom a orvost, jó? Kérhetnék egy beosztást, jó. Köszönöm! Na főnök, és akkor itt ismertetném itt a dolgokat, hogy mi hoztuk be igazából, jó? A Stázika, itt van fenn. Itt vagyok az aulában. Jöjjön már le, mert itt szétdúran egy csaj mindjárt. Megyek, viszek akkor egy multiszer számot. Igen? Az én csövem. Jó, akkor orvosi szoba jöjjön. Na, akkor feküdjön az ágyra. Nagyszerű. Gyorsan, nem érünk rá. Na, jöjjön. Pillanat, előkészülök. Nem akar valami zenét? A Stázi fura nem normális. Milyen zenét? Hát nem tudom, amire jó csinálni, tudja. Vagy nem akar ilyesmit? Régi Modi? Emény, rakjon be valami zenét. De gyorsan, mert éppen kihallgatok. Jó, éppen kihallgat, világos, jó van, jól van. Egy másodperc. Kaptunk egy értesítést, hogy kisebb forzalások, vannak oda. Jó, itt is vagyok, már jövök is. Hopp, mindjárt, itt is vagyok, szuper. Na, készüljön. Na, azaz. Lássa, hogy dagad. Aha. Rá fog baszni a kalapáccsal. Ezt magának! Áh, a büdös életbe! Mit képzel, hogy engem zaklat? Mit képzel, hogy gyereket mond neked? Arra a nem normális pervers. Szedje magát össze, meg volt rá a lehetőség, elszúrta, fogadja el. Ez van. Na, viselkedjen. A büdös életben Stázikát már magába se lehet bízni. Hát, ez ilyen. Már nem motorozok. Ez lehet. Valamiért az a kicsit fájl. Hát, nem szeretnek köszönni a kollégái. Nem tudom, sajnálom. Yeah. Úgy néz ki, mint az Iron Gunból jött volna. Kollégák, üdvözletem. Aha. O-N-E-L. Aha, látom, uram, látom. Üdvözletem.
Tisztelt! Jó napot kívánok, doktor, hogy mi a helyzet, minden rendben van. Itt van a minden rendben, igen, kaptunk egy értesítést, kisebb forzsolásokra. Így van, itt az úr elért a jogaival, szeretne orvosi ellátást, megütötte magát, ütközött a szalagkorlátnak, meg a beton szarkofágnak is neki ment a kocsival. Meg lefejelte a kormányok. Értem. Lefejelte a kormányt, itt meg az asztalba verte a fejét, hogy bántalmazzuk. Értem. Megütöttek. Tudnánk beszélni egy picit? Mondja. Szeretnék kérdezni egy dolgot, nem vagyok tisztában pontosan. Tony Szabasztánó vagyok az országos mentőszolgálat. Az a lényeg, hogy itt az úrnak van szeptember 3-áról, szóval egy hónapban már lejár büntetés neki. Hogy akkor csekk van, vagy börtön? Hát ilyenkor már csak csekk. És mennyi tév van börtön? Hát, hogyha visszaeső bűnöző, hát jövő héten már shitet kap. Köszönöm. Hát lehet, hogy hol, vagy lehet, hogy két darabban. Jó szemedőke fölött van egy kisebb vágás. Jó, minden a következő elkapásnál börtön. Két darab összehúzott a ugye? Poszt. Ugye? Igen. Jó, értem, köszönöm. Egy csipni fog, lefertőtlenítem a sebet. Gyuri Bász az egyik elkövető, amíg a biztupiron. Fedőkötés. Igen. A biciklis. Elkaptuk a Porsche is. Ja jó, mert Stázi azt mondta, hogy nem kaptunk el senki. Ezen kívül bármilyen... Ne, Stázit is elkaptam majdnem, csak rábaszt. Azért el kell a pács a... Üdös helyenedbe. Jó, jó, a biciklis meg van? Már megint. Biciklis nincs meg. A biciklis nincs meg, azt ezért üldözte Stázi. Ideges, ideges. De hogy lehet az, hogy egy biciklivel elmenekülnek? Elláttam az úriembert, minden rendben lesz. Valaki esetleg még ellátásra szorul. Bármi fájdalom, én meg egész égülés. Mennyi lesz az izé borravaló? Borravaló? Ne vicceljen már velem. Ne, nem viccelj. További jó munkát. További szép estét, doktor úr. Kiengedem, jó? Emilio, csinálj már meg a rabosítást, azt küldj át nekem. Azt is csináljam meg? Hát csak csinálj meg fényképet. Nem kell, azért mondom, hogy küldj át nekem, majd én intézem. Ja, jó van. Vagy tudja, mint a túlsztárjónak küldj át. Esetleg valaki kinyitná nekem az ajtót. Gyövök, csak még szóltam a kollégának, hogy baszoljon meg. Mámi nem maga, hanem a kollega. Értem. Köszönöm szépen. És akkor itt föl a lépcsőn, ugye? Há, ott is ki kell, hogy engedjem. Ja, jó, rendben. Ez mi a helyzet a kórházban? Betegek jól vannak? Minden rendben. Szerencsére most nincsen sok beteg. Úgyhogy minden rendben. Hát itt a rendőrségen. Minden rendben? Hát nem mondhatnám, de hát tudja. Nem panaszkodom. Visszarakták a kocsitba, jó? Bármiben tudunk segíteni, szóljon. Hát nézd, de már megért, meg tolószékes lett. Hát ott nekem a combomat lőtték ki neki a bokkáját, csak... Na bassza meg. Hát na. Hát... Én sajnálom ezt amúgy. Vigyázok, persze. Micsoda, Gyuri? Na jó van, további szép napot az uraknak. Viszontlátás. Nézze meg, összejönnek, azt rögtön nagyon nyomorék lesz. Hát? Azt majd a hiába sikálja neki, nem érje semmit, mert deréktől lefele lebénult. Na, ezt a hát én nem szobást, pont arra ugye? Céloztam volna, hogyha valaki hirtelen összejön valakivel, friss a kapcsolat, ugye, tombolnak a hormonok, aztán a hölgyemény hirtelen tolószékbe kerül. Hát, ki tudja tegnap este, mik voltak ott abban a szobában. Tudja. Nem, balesetet szenvedtek. Ja, balesetet? Jól van, jól van. Meglövődözték őket, de hát hiába pofáztam, hogy nem menjenek oda, csak oda mentek, azt nézzenek oda. Hát, sajnos ez előfordul. Na jó, hát ez nagyon szomorú. További szép napot, biztos. Viszontlátásra. Viszontlátás. Semmi. Hát átmegy a lábam a nyomorút. Kalifán, mi a lófos csinál? Hát nem, én nem én irányítom. Büdös életben, hát komolyan mondom már azért, ha... Elnézést, Gyuri be. Hajléktalanok meg... Elhihetetlen. Hogy a kígyó fejet támadták célzottan? Még már ütik. Hát én nem kötözködnék vele, mert lehet, hogy rád be négyet, ott beszarsz. Hát amúgy igen. Na, főre. Mi a lófasz van? Hát itt megütötte a kollégát, meg engem csicskadétozott, meg mit tudja, miért itt maradjon. Hát ja, rávertem 3-4-et, ott beszarsz.
Na. Oh, akkor faszom, bár most engedtem ki a mentőt. Hát nem baj, hát most merre kell menni erre? Hát egyenesen lett, menjen hát. Egyenest. Arra úgy, úgy. Egyenesen. Úgy, úgy. Állod. A szél alfon fél. Ja, ez ennyi volt. Nem arra, arra. Mondom arra. Nem az orvosi rendelőben van. Nem arra. Nem arra, arra, hihetetlen. Arra, erre? Ne, arra, be, arra. Na, most már megismeri a mértékegységet. Akkor képet küldjem? A túlsztárgyalónak. Ki volt a túlsztárgyaló? Hát mindegy, küldj át majd a cookie, de azt átküldjük neki. Most szeretnék kérni, uram, mindenek, várjon egy pöppet. Előveszem itt a tabletemet. Hoppá! A büdös életbe a rohadás kérni. Álljon bele a rohadt sok döglött aktába. Nyomja rá itt a piros csíkra. Mondom, tedd rá a piros csíkra, hogy eltudom két ujjadat. Mondom, jó lenne rátenni, mert... Ezt látom. Na kíváncsi vagyok, hogy a vámpirosnál kihal meg. Itt szép Mr. Doom. És akkor személy szeretném. Tomót megint kifektették. Köszönöm, és akkor szeretném, hogy a... Lehet pózolni, meg mondom a felsőt, meg a gatyát, meg a szemüveget levenni. Gatyát? Mondom a gatyát, szemüveget és a felsőt levenni. Azt hova rakja, ide? Hát például oda. Rakja rá a fánkra, legalább lesz, legalább életében először ki lesz mosvai ruhája. Én ide rakom a izére. Székre. Tedd rá a székre. Azt tudom, hogy jó belefostak múlt héten. Tessék. Na köszi. Szemüveget is? Hát azt is jó lenne. Akkor azt is, persze. Szemészínét azért lássuk. Mit foglaltak fel az úrtam? Mi volt nála? Azt nem tudom. Még azt már érzem, hogy Dezodor nem volt nála. A mély, átkutatták? Nem tudom. Ja, átkutatta a kollega. Mondja. Na és akkor köszönöm, visszaöltözhet. Mondom, köszönöm, visszaöltözhet, jó reggelt. Na. Főnök, akkor küldöm, jó? Addig ezt meg tudja neki írni a csekkeket? Jó, maga volt a túlsztárgyaló? Igen. Akkor magának küldj át a Emiliano a képet. Jó. Úgyis jó, nem? Persze, jó. Csak még annyi kell, hogy mit foglaltunk le az úrtól. Főnök, Emiliano? Hát én nem én kutattam át. Hát akkor ki? Majd mindjárt. Porsche és urat kikutatta, hát jelentkezzen. Szivar volt a szájába. A. Főnök, boltrablás, rendőrő menekülés, oszlopok kidetés, a gyorshajtás. Fasza. Ennyi. Szóval a Porsche és urat kikutatta, hát mit foglalt le? Rádión kérjük, jelentkezzen. Hogy hívják uram magad, túlsztárgyaló? Nem lehet, hogy a százi volt, aki lett a szolgálat? Nem, biztos, hogy nem. Nem én volt, mert nem még a biciklis üldözt. Főnök, hogy hívját magát túlszágyaló? Uram. Hunter Lenz. Hunter? Igen. Jó, majd kiderül akkor, lehet, mit foglaltunk nem le. Maradt még a kettesen, vagy nem lehet? Ott kérdeztük először. Na mindegy, majd kiderül, hogy mi volt magánál. Volt magánál egy baseball ütő. Meg egy multiszerszám. Hát telefon meg egy volt. Az még mindig itt van a kabátomba. KP. Zöld hasú. Aha. 400 euró. Azt jó, hiszem. Hát az nem kell. Na, jó van, edesszük. Dolgára. Lehet egy kérdésem, Julibá? Kérdezzen. Mik azok a csillagok ott a vállán? Az a három, az mit jelent? Ez százados. Ez igen. Az azt jelenti, hogy farkát fillét befogja, aztán indul kifel az ajtón. Jó van, már 50 fillér kussoljá. Na, hely. Kérd még egy fülest? Tisztelettel beszéljen a kollégával. Na menjen. Arra. Most hova megyünk? Hé,
Ja, ő. Fel az ajtót. Így érti. Erre? Ej, nem arra, ej. Ó, balfasz. Erre? Nem arra, erre. Itt az orvosi szóba van. Milyen szóba? Orvosi. Ja. Biztos itt? Latinul van. Erre? Nem arra, győjön, arra raktárban. Jó, hát nem tudom, hogy mi van itt. Még azért mondom. Most vagyok itt harmadjára. Se tudom, hogy mi van. Egyenesen megyünk majd a kiárat felé. Az, az nagyon ügyes. Jött egy besugó koordinátor, ja, itt kinézni. Erre kell? Arra, jó fele megy. Nem arra, na. A lakosság bejelentés jött. És ki volt az akció? Győjön már ez a géptelem, győjön. Kadétok. Itt szokták a kadétok nézni a kecske pornót, tuti. Aha. 100%. Kiképző. Gyere bár, ki volt a túlsztárgyad, ahol? Hunter lesz. Akcióvezető. Akcióvezető? Ne menjenek közel. Nem tudom, mehet, viszont látásra. Visszakapom a személyes tárgyaimat. Ja, adja már neki oda a telefonján, meg a rádióját. Még ahogy nincs nálam. Akkor gyöjjön vissza előre, addig kikotorjuk a raktárból. Oké. De elő menjen, mert erre nagyon hosszú az út. Haló. Körbe fut. Husson körbe. Ne dumáljál már. 50 fillér. Megüthetem. Már kint. Jó. Maguk nem jönnek? Mely mennénk? Hát kéne a telcsi, érted? Jó, hát mi majd kihozzuk a raktárból. Látta, hogy lenn van a raktár, ugye? Múltkor elő tudjuk kiadni. Julibá. Jó, Istenem, ki ez? Nagyon ügyes. Én szerintem már nem kell egy a telefon. Nem. Ahogy mit hallottam volna. Fú, Gribá, tényleg nem emlékszik, kit jelölt ki akcióvezetőnek? Nem a Dean volt, Joseph Dean? Nem, valami ezért nevű volt. Ős magyar nevű. Ki volt az akcióparancsnok az előbb? Hát, a tököm tele van. Biztos, hogy már nincsen itt. Ezeket így visszakeresni, öcsém. Hát, tiszteltem. Most a Cityscoop volt a blásom, Gyuri bá? Igen, igen. Én voltam az. Nagy Dominik. Na, mondtam én, Nagy Dominik. Na, odaadta a telefonját, rádióját az úrnak? Tehát nem. Raktam neki két nagy fülest. Majd jön. Már ha idején. Ja, jó, de jó. Van. Odaadom neki akkor. Te jó napot, arra mibe segítettek? Istenem... Azt mondja, jó napot, arra mibe segítettek, de ugye... Istenem... Van nálam két telefon, három rádió. Há, Veres nagyon ügyes. 16 éves, amúgy, csak mondom. Mikor a telefon, de elmondja. Jelzik. Mindjárt hozom, itten van. Mester, megvert ez a büdös 50 fillér. Hát, ne csodálkozzon rajta, hogyha csúfolja. Meg még le is köpött háromszor. Ahhoz meg a pláne. Na, viszontlátásra. Legalább további szép napot. Legalább megmostam a bajszot, taknyos. Hozzá kifele. Viszlát. Majd hozok legközelebb borotvát, Gyuribá. Jó, hozzon, hozzon. Jó, a legközelebb gumibotta a seggedbe mész el innen. Kussolj már, taknyos. Kérdeztünk, Csumi. Büdös. Rán intéztem. Ezenek megjött izé. Kamehame. Jó. Jó napot. Jó napot kívánok. Erkölcsi igazolványt szeretnék igényelni. Erkölcsi igazolványt szeretnék igényelni. A pultnál töltsék az űrlapot. Aha, milyen űrlapot? Ott a pultnál. Hát mit gondol, hogy hol fogja, szóba fogja megigényelni? Hát, nem. Ugye. Ott van, lássa a tollat, ugye? Ott az a lapad, az kell.
Ott úgy, azt kell. Úgy, fogja meg azt a tollat. Úgy. Fogadjunk ki, van fagyva. Á, nincsen. Hallok egy másikat. Hogy lenne már kifagyva a tessék itt a másik, tessék. Ó, köszönöm. A személyigazol, mert rakja ki a pultra, onnan fogja lemásolni ugye a lófaszt. Ja. Úgy hiák, nem látom. Kovács, Kevin. Kevin, igen. Meg, utána ma nézek magának az adatbázisba, Kevinke. Faszomat már. Büntetett előhető nevű, rajszám, lakcím, utcanév, házszám. Hajaszíne, magassága, bőrszíne, neme. Az a helyzet, Kovács Kevin, hogy maga... Nem teljesen tiszta, ugye? Ó, főnök, várjon. Nem jó, főnök? Mondom, nem jó? Katya? Hát nem, augusztusban volt neki egy kis balhéja. Mikor járnak? Századossá lőléptették? Így van, százados vagyok, köszönöm szépen. Már lejárt, Kevin. Itt töltse már a papírt. Jó, bocsánat. Töltse. Mondom, hogy mit írjon, jó? Nem itt. Az rajta van. Tényleg? Igen. Jó, neve kell rá, születési dátuma. Rendben. A főnök, én viszont már látom most a fét a botot. Jó. Ja, mindjárt várjon neki többet. Jó, anyja neve, lakcíme. Fú, az nagy gond, nem tudom, hol lakok. Hogy hát elég nagy gond. Elég annyi, hogy csöves. Igen. Hát nem elég az, hogy csöves. Ez mi annak a útnak a neve? Hát maga lakik ott, én tudjam a címét. Hát mely maga nem a csövesbe lakik? Hát oda csövesek laknak a csövesbe. Jó, meg hát most nem tudom, hogy szerepítne. Aki elvette az úton a cuccait? Csak meg. Emilian Elias, 10. Nem tudja mondani jó, a csövesnek a utca nevét. Jó, hagyja ki. Jó, igen, mi kell még? Írja alá. Jó. Viszlát főnök úr, viszlát kolléga. Viszontlátásra. Rendben. Na, tessék. Ez mennyit kell fizetnem? Aláírom, itten 100 euró. 100? 100. Jó. Azt nem mondja, hogy utalni akarja azt a 100 eurót. Tessék, is. És akkor még utalnak. Micsodát, 11 eurót hagyja a kicsába. Ja, jó, köszönöm szépen. További szép napot. Viszontlátásra. Na, azt mondja, hogy... Na, menjünk Hunter Lens. Jó, menjünk. Vagy nem jön? De. Csak a robosítást intéz. Mehetszünk mellett, hogy ne mehetnénk. Nagyon Gyuri, beszázados, ezt jól hallottam. Gratulálok. Így van, köszönöm. Na végre. Végre. Innen már csak egy-két lépés, aztán. Nézzenek oda, lássa a kalifát, milyen. Megsérül a barátnő, ezt kitolja a napra. Ezt ott hagytam, de komolyan. Ez hihetetlen komolyan. De ez a mi a, nem? Az hát. Csá! Ennyi már mi a, lássa, hogy a kalifa milyen ember. Itt hagyja magát a napon. Nem, a kalifa dolgozik. Persze. Gyuri bácsi! Mondja. Itt van az ember, amit én Jönnek hívják. Jött panaszt tenni, mert valami kadét nagyon verte. Jó. Kicsoda. Ott voltam, nem történt ilyen. Akkor jó, akkor nincs baj.